Ma egy olyan projektet fogok megmutatni, ami, hát mint itt, ahogy a címképen látszik, sokak szerint a jövő befektetése. Azért mondom, hogy sokak szerint, mert ez egy nagyon népszerű program. Magyarországon kevésbé ismert, még Németországban viszont nagyon sok partnerrel, több mint 200 ezer partnere van a Cryptexnek, és 2017 óta működő projekt, ami hát tényleg nagyon sokakat érdekel, és hát remélem Magyarországon is sokak érdeklődésére számon tarthat. Miért mondjuk, hogy a jövő befektetése, és mi is ez a Cryptex, mit csinál, mivel foglalkozik, hogy lehet itt pénzt keresni, ezekre a kérdésekre keressük a választ. A Cryptex tehát nagyon röviden összefoglalva egy anonim internetes gazdasági közösség, aki professzionális DeFi projektekkel foglalkozik. 2017 óta működik tehát, ahogy mondtam, és mielőtt belevágunk az egészbe, néhány alapfogalmat tisztázunk. Hát egyrészt, mi is, mivel foglalkozik a Cryptex, és a hozzá kapcsolódó két alapfogalmat is mindjárt megnézzük. A Cryptex professzionális DeFi stakinget működtet, ami mindenki számára elérhető, és ezekben a szerződésekben összehozza a bankokat, biztosítókat, és hát azokat az embereket, akik számlákat, tárcákat nyitnak a Cryptexnél. Egy nagyon fontos eleme az egész történetnek, hogy minden résztvevő anonim, ez a bankokra, biztosítókra és a tárcatulajdonosokra is vonatkozik. Nézzünk meg két alapfogalmat, tisztázzuk gyorsan, csak azért, hogy egy kicsit fölelevenítsük ezeket az alapfogalmakat. Mi a DeFi szerződés lényege? Ugye okos szerződést jelent a DeFi, decentralizált pénzügyeknek a rövidítése. Okos szerződéseken keresztül tehát több szereplő között összetett pénzügyi műveleteket tesz lehetővé. Ugye az okos szerződés nagyon fontos tulajdonsága, hogy nem megmásítható, ez a blokkláncon rögzített szerződés, senki nem tud hozzányúlni, senki nem tud változásokat eszközölni rajta. Mit jelent az a DeFi staking? A kriptovaluták letétbe helyezésének folyamata, ugye miért helyeznek letétbe kriptovalutákat? Tranzakciókhoz kölcsönözni lehet ilyeneket, vagy tranzakciókhoz lehet kölcsönadni, és nyilván ezért kamatot, jutalékot, akár így is mondhatom, kap a kriptovalutának a tulajdonosa. Ez egy modern bankbetét tulajdonképpen, sokkal jövedelmezőbb, mint a hagyományos bankbetét, hiszen akár 0,3%-ig terjedő jutalom is lehetséges a stakingelés során. Nos, most, hogy látjuk az alapfogalmakat, azért valamit tisztázzunk gyorsan, honnan származnak ezek az információk. Ezt azért fontos tudni. A Cryptexnek van egy hivatalos weboldala, ez a cryptex.to oldal. Hogyha lemész ennek az oldalnak az aljára, akkor itt van egy ilyen, hogy gyakran ismételt kérdések, ugye a DeFi szerződésről, itt van alul a nyillal mutatom, és a gyakran ismételt kérdések a referál programról, erről majd később szót váltunk. Én innen kiszedtem a Cryptexnek a hivatalos meghatározásait, csak azért, hogy lásd őket, és neked ezt, ha nem akarod, ne kelljen ezzel plusz időt töltened. Itt a kérdésre a hivatalos válasz, tehát mi is a Cryptex? Egy kriptobefektetési társaság, amelyet vállalkozó és professzionális egyének alapítottak. A Cryptex platform lehetővé teszi, hogy egyszerűen kihasználja az összes egyben befektetési megoldásunkat, vagy minden az egyben befektetési megoldásunkat, hogy részt vegyen a decentralizált finanszírozás és a modern pénzügyi eszközök kombinációjában rejlő lehetőségekben. Értelmezve ezt a szép összetett mondatot, és leegyszerűsítve, talán úgy mondhatjuk el, hogy ez az egyik legkorszerűbb módja a befektetésnek, és a legjövedelmezőbb módja a befektetéseknek, ami valóban hát a lehetőségek széles tárházát nyitja meg mindenki számára. Ami nagyon egyszerűvé és nagyon könnyen elérhetővé teszi a Cryptexet mindenkinek, az itt látható,
hogy lehet valaki Cryptex számla vagy tárca tulajdonos, egy nagyon egyszerű ingyenes regisztrációval, ahol egy e-mail címre van csak szükség, semmi más adatra, anonim módon nyitható meg, tehát nem kell megadnod még a nevedet sem, telefonszámot sem, tehát semmi ilyesmi adatot. A számla tulajdonosnak nincs semmilyen szerződéses vagy pénzügyi kötelezettsége, ez egy rendkívül fontos dolog ebben a konstrukcióban, és ugye mivel teljesen anonim módon nyitható meg egy ilyen számla, egy ilyen tárca, nagyon-nagyon fontos a biztonság szem előtt tartása, az, mivel az e-mail fiók, e-mail cím azonosítja be magát a fiókot, magát a számlát, a számlára azt tud belépni, aki az e-mail fiókot is birtokolja, vagy aki be tud lépni az e-mail fiókba. Úgyhogy itt ebben az esetben különösen fontos, hogy ügyelj annak az e-mail fióknak a biztonságára, amivel megnyitottad magát a Cryptex tárcát. Amikor létrejön egy ilyen DeFi hibrid szerződés, mi is történik tulajdonképpen? Ugye ez a szerződés, ez az ügyfél, vagyis a tárca tulajdonos, vagyis akár te, a biztosító és a bank vagy bankok közötti szerződéses megállapodást jelent, ez az a bizonyos okos szerződés, ami tartalmaz minden fontos részletet, szerződésszámot, futamidőt, nyereséget, díjakat. Itt oldalt látsz egy ilyen képet, ahol ez pontosan nyomon követhető. Itt benne van ezen az ábrán minden megtalálható, majd mutatok mindjárt egy másikat, ahol egy kicsit nagyobban, jobban lehet az ilyeneket látni. A lényeg az, hogy az okos szerződés automatikusan fizet mindent, amikor az időbeli feltételek teljesülnek. Vagyis kifizeti a biztosítási díjakat, kifizeti a hitelnek a kamatait, és kifizeti a stakingelésből megmaradt profitot természetesen a tárca tulajdonosának. Ami egy nagyon fontos elem, egy irodában legfőjebb 20 szerződést lehet megkötni, a szerződések 3-5, illetve 7 éves időtartamra köthetőek, és minden szerződés megkötésének a díja $100. Mi történik, amikor létrejön egy szerződés? Mondjuk a baloldali ábrán, ha egy 3 éves szerződést hoz létre valaki, $30,240 kap kölcsönbe a számlának a tulajdonosa, vagy tárcának a tulajdonosa, egy 5 éves szerződés esetében pedig $43,200 kap kölcsönbe ugyanúgy a tulajdonos. Létrejön a szerződés, annak megvan a száma, minden lényeges információt tartalmaz ez a szerződés, ami fontos, hogy ezek ellenőrizhetők természetesen a blockchainen, és jogosan fölvetődik a kérdés, hogy honnan származik a tőke, amit stakinggel aztán a Cryptex, és aminek a nyereségét aztán te majd a futamidő végén megkapod. Hát itt látható a válasz szintén a hivatalos weboldalról. Ezt a tőkét leasing cégekből és offshore befektetési bankokból álló partnerek biztosítják. Minden szerződéshez életbiztosítást kötnek, az életbiztosítási kötvényt biztosítékként egy befektetési banknál helyezik el, cserében minden szerződéshez $43,200 kölcsönt bocsátanak rendelkezésre, ugye ez az 5 éves szerződésnél igaz, a 3 évesnél pedig, ahogy itt az előbb láttad, $30,240. Hát, hogy megéri ez mindenkinek, és miért éri meg ez a bankoknak, biztosítóknak, hogy ebben a szerződésben részt vegyenek, azt mindjárt meg fogjuk látni. Itt van az, hogy hát miért nyereséges ez a dolog mindenkinek. Hogy fog nyereséghez jutni a biztosító? Ugye az ügyfélszámlát teljes körűen biztosítja, bármi történhet, az alaptőke megmarad, ugye ezt vállalja a biztosító. Cserébe minden hónapban bizonyos biztosítási díjat fog majd kapni, amit a stakingelt összegnek a profitjából fog a szerződés alapján ugye neki kifizetni a wallet.
Mi a helyzet a bankkal? A teljes körű biztosítással védett hitel miatt, ugye nyújt az ügyfélnek, az ügyfél tárcájának hitelt, ez ugye az okos szerződésben rögzítésre is kerül. Az adott szerződést pedig, ugye ez az ügyfél szempontja, meghatározott futamidőre kötik, a futamidő végén a tőkét a bank automatikusan visszavonja, megkapja a kamatokkal együtt, a biztosító is levonja a biztosítás díját, ugye ez minden hónapban, a megmaradt nyereség tisztán az ügyfél pénze, és ez nagyon-nagyon fontos, azonnal kiutalható, akár egy összegben, bitcoinban. Egy kicsit leegyszerűsítve itt látható mindez, amit az előbb elmondtam az ábrán, ugye hogy kinek honnan származik a pénze, miért előnyös ez mindenkinek, és hogy mennyi a pénz, az pedig itt van ezen a következő képen. Egy 3 éves szerződés esetében, ugye ahol a biztosítási díj 210 dollár havonta, ez a biztosítónak a profitja, a kezelési költség, és a kezelési költség 30 dollár havonta, ugye ez a banki hitelkamat 6,5% év, 6,75% évente. Ez is a banki. Mikor mindenki megkapta a saját részét, visszakapta a futamidő végén a bank a tőkét, marad nagyjából 35 ezer dollár, ami az ügyfélé viszont, a számla tulajdonosáé, adott esetben a tiéd. Mit kellett ezért tenni? 100 dollárral meg kellett kötni ezt a szerződést, elindítani, és innentől kezdve hátradőlni, vagy 3 év múlva belépni akár a webirodába, és kivenni ezt a pénzt. Nagyjából ennyit kellett tenni érte. Tudom, ilyenkor mindenki fölhorkanna, de hát ilyen nincs. Ez nem tud működni. Hát az előbbieket, ha láttad, vagy értelmezted, akkor bizony látható, hogy de igen, működni tud. Mi a helyzet 5 éves szerződés esetén? A kapott tőke, ugye itt 43.200 dollár, 60 hónapon keresztül folyik a staking, 300 dollár ugyanúgy a biztosítási díj, kezelési költség, 30 dollár havonta, hitelkamat 5,5%, a futamidő végén ugye a bank elviszi a saját pénzét, és a maradék a walletnek, tárcának a tulajdonosáé. Ez körülbelül 400 ezer dollár. Miért mondom, hogy körülbelül? Ugye itt egy átlagos napi hozammal történt a számolás, ez eltérhet ettől akár fölfele, akár lefele. Ezért mondom, hogy nagyjából egy ekkora összeg az, ami az ügyfélé, szintén egy összegben bitcoinban ez megkapható, kikérhető következő napon, amikor lejárt a szerződés. És ez nem kérdés, hogy ez megtörténik, vagy nem történik meg. Az eddigi tapasztalatok alapján, és erre támaszkodva tudjuk ezt elmondani, vagy tudom ezt elmondani, amit most eddig hallottál, a 2017 óta működő cégnél a jó pár szerződés lejárt már, azokat kifizették, ezeket a kifizetéseket nyomon lehet követni a blokkláncon, meg lehet nézni, találsz róla videót az oldalon, és nyugodtan be lehet őket ellenőrizni a tranzakciók azonosítói alapján. Kérdezheted, hogy oké, de ha ott vannak ezek a költségek, hát az hogy is történik akkor annak a kifizetése, mi történik azzal? Szintén a hivatalos oldalról itt van a válasz. A nyújtott hitelre a befektetési bank évente 5-6% közötti kamatot kér, a kamatokat az automatikusan az ön személyes nyereségéből fizetik, semmilyen további összeget vagy díjat nem kell fizetni, az év végén a díjak automatikus levonásra kerülnek az ön nyereségéből. Ezt láthatja fiókjában vagy a kimutatásokban. Megmutatom ezt az ábrát itt, ahol látszik, ugye itt van a szerződésnek a száma, 43.200 dollárral indult a staking, jelenleg ugye 4.726 dollár profit van rajta. Itt látszik alul, hogy a kezelési költség és a biztosításnak a díját, ugye ez fizetve van, vagyis levonták már a profitból. Mennyi a nettó profit, ugye ez a teljes összegnek a 10,94%-a, és hány nap van még vissza,
a szerződésből, hát ez itt még jó sok, 1750 nap. De jól látható, hogy a szerződés alapján minden pontosan nyomon követhető, és pontosan jóváírtak, és pontosan ez mind megnézhető, nyomon követhető a blokkláncon. Nos, ugye ennyi tulajdonképpen a Cryptex működéséről, és miért éri meg, és mennyi a pénz kérdésekre a válasz. És hát tulajdonképpen ez az a rész, amit azok számára lehet érdekes, akik csak saját maguk számára akarnak ilyet létrehozni, és a futamidő végén a profitot zsebretéve, vagy akár újraindítva szerződést, vagy menet közben indítva új szerződéseket gyerekeknek, családnak, szülőnek, bárkinek érdekes lehet. Ezek az információk alapján el lehet dönteni, hogy akarsz ilyet, vagy nem akarsz ilyet. Szimpatikus számod ez a dolog, vagy nem, elhiszed, vagy nem hiszed el, ennek függvényében hozhatsz meg egy döntést. A továbbiakban azok számára mondok néhány információt, akik olyannyira látnak lehetőséget ebben az üzletben, hogy akár tovább is ajánlják másoknak, mert másoknak is szeretnének előnyt ez egy ilyenfajta szerződésből, illetve szeretnének plusz pénzt keresni a Cryptex szolgáltatásának a továbbajánlásával. Háromféle bónusz az, amit a Cryptex fizet, ha valakinek továbbajánlod a Cryptex szolgáltatásait, és ő szerződést köt. Van olyan, hogy direkt bónusz, ez mit is jelent? Azt, hogy a te továbbajánlásodra valaki köt egy szerződést, vagy akár többet. Nyereségből származó bónusz, nyilván létre fog jönni majd egy okos szerződés a te partnerednél. Mi történik majd, amikor itt nyereség képződik? Abból is bizonyos részt meg fogsz kapni, mint továbbajánló a munkádnak a díjazásaként. És van egy vezetői bónusz azoknak, akik igazán sok pénzt akarnak keresni a Cryptex-szel. Direkt bónusz mértékét itt lehet látni. Minden típusú szerződésnél a közvetlen hozzácsatlakozó partner szerződéskötési díjának 30%-át, vagyis $30 meg fogsz kapni azonnal, amint létrejön a szerződés direkt jutalékként. Aztán minden további szinten, 10 szint mélységig az itt látható százalékokat fizeti ki a rendszer. Ez a te közvetlen partnereidnek és azoknak aztán a struktúrájában létrejövő szerződések után történik meg, azonnal, ahogy a szerződés létrejön, és ezt azonnal ki is lehet venni, azzal a kitétellel, hogy minimum $100 el kell, hogy érjen a számlán lévő összeg, akkor lehet kiküldeni. Nyereségből származó bónusz 20 mélységig fizeti ki ez a rendszer, de mikor? Akkor, amikor a szerződések lejárnak. Ez természetesen érthető, hiszen nyilván addig, amíg a hitelösszeg staking alatt áll, addig nem fizetnek ki belőle semmit, viszont amikor lejárt a szerződés, akkor azonnal felszabadítják és kikérhető szinten bitcoinban. Nyereségből származó bónusz, hogy ez mennyi lehet, itt van rá egy kis példa. Mi van akkor, hogyha 3 éves szerződés jön létre, az ügyfél nyeresége, ugye ez ő az, aki létrehozta magát a szerződést, az körülbelül $30,000. Első szinten ez az ajánlónak $2,400 jelent, második szinten 1500-at, és így tovább, hatodik szinten $1,200 nyereséget jelent, nyereség részesedést jelent. Egy 60 hónapos, 5 éves szerződés esetében, ahol a partner nyeresége, az ügyfél nyeresége. Hát itt körülbelül $500,000 szerepel, de mondtam, ez olyan, ez akár $400,000 lehet, valahol a kettő között van talán az igazság. Már a nyereség részesedés első szinten $40,000, aztán
lejjebb látható, a szerint 6. szinten nagyjából 20 ezer dollár, szintén a szerződés lejáratakor ugye bitcoinban, egy összegben írják, jóvá szabadítják föl. És hát itt van rá egy példa, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban. Itt látható a középső mezőben, hogy az eddig felszabadított állagt jutalék a partnerprogramból, ugye referál programból 3800 dollár, és a stakingelésből származó referál jutalékok 51 ezer dollár. Ugye ez az az összeg, amit még nem szabadítottak föl, és a partnerek szerződései után járó nyereségrészesedés, ez pedig ez a 4726 dollár, ez a saját szerződés után járó nyereségrészesedés. Nyilván ezt akkor szabadítják majd föl, hogyha a szerződések lejártak. Van még egy vezetői bónusz, ez akkor teljesül, hogyha legalább 100 direkt partnere van valakinek, és legalább egy saját szerződése, akkor végtelen mélységből még 5% bónuszt kap. Ez is visszamenőleg minden szerződésből egy összegben, bitcoinban írják jóvá. Nagyon röviden összefoglalva, hogy miért különleges a Cryptex, és miért szeretjük, és miért kötöttünk saját magunknak, vagy indítottunk saját szerződést. Nincs befektetési kockázat, hiszen nem a saját pénzünket stakingeli a Cryptex, hanem kölcsön pénzt. 100%-ban anonim, hiszen egy e-mail cím elég hozzá, mindössze 100 dollárral elindítható egy szerződés, 3, 5 vagy 7 év időtartamra, ami akár egész közeli is lehet. Bitcoinban történik minden kifizetés és befizetés, 100%-ban nyomon követhető, hiszen a blokkláncon ezeket a kifizetéseket, befizetéseket nem lehet meghamisítani. Nincs szerződéses pénzügyi kötelezettség, hiszen minden költséget a stakinggel, profitból az okos szerződés szerint azonnal, amikor annak eljön az ideje, le fognak vonni, és egy nagyon egyszerű ajánlói rendszer van, hiszen mindössze annyi az egész továbbajánlás tulajdonképpen, 100 dollárral el lehet indítani egy olyan befektetést, ami 3, 5 vagy 7 év múlva 30, 400 ezer, vagy akár 1 millió dollárt eredményez. Érdekele? Tulajdonképpen ennyi. Elindítani tehát egy szerződést nagyon-nagyon egyszerű, igazából semmi dolog nincs vele utána. Ha tovább akarod ajánlani, akkor az már egy más történet, de tulajdonképpen egy kockázat nélküli és a jövő legkomolyabb befektetési lehetősége szerintünk, akik itt vagyunk már ebben a rendszerben. Ha további részlet érdekel, akkor keresd meg azt, akitől ezt a videót kaptad, vagy nézz körül itt a videó alatt, és fogsz találni további informálódási lehetőséget. Egy jó döntést kívánok neked! Találkozzunk itt bent! Hello!